Ezek a felvételek még márciusban készültek, amikor kiderült, a tolnaiak életét hosszú hónapokra meghatározó fejlesztés veszi kezdetét. Akkor arról számoltunk be, hogy a Magyar Közút az 5112-es jelű utat, mely Dunaszentgyörgyfad Tolna 6-os bekötő út között fut, keresztül a városon teljes hosszában felújítja. A munkálatok hónapokon keresztül folytak, és jelenleg a műszaki átadás előtt áll a beruházás. A munkálatok még nem fejeződtek be, de a használók már most számos hibát fedeztek föl, és ennek hangot is adtak a világhálón. Tapasztalataik alapján néhány héttel az aszfaltozást követően már mélyedések nehezítik a közlekedést, amiben megáll a víz az esőzés után, és a gépjárművek lelacsolják az arra közlekedőket vagy a buszravárókat. Többen a helyi önkormányzatot teszik felelőssé a kialakult helyzetét, miközben a beruházó, a Magyar Közút, így az ő felelősségük a munkaterület hibátlan átadása a forgalomnak, így Tolnaváros önkormányzata nem kompetens a helyzet kezelésében. Megkerestük a kivitelezőt, akik a következő közleményt adták ki. Társaságunk a beruházás építtetője. A szakasz műszaki átadását megkezdtük, de nem zártuk még le. A hibák javítását már a műszaki átadás megkezdése előtt kértük a kivitelezőtől, azokat ki fogjuk javítani, ami a műszaki átadás átvételi eljárás lezárásának egyik feltétele is. A munkát csak akkor fogjuk átvenni, ha minden vonatkozásban megfelel a szerződéses követelményeknek. Társaságunknak is ugyanaz a célja, mint a közlekedőknek, hogy csak a felújítás után megfelelő minőségi úton haladhassanak az autósok, nem csak rövid, hanem hosszú távon is. A szükséges beavatkozások elvégzéséig a lakosság türelmét és megértését kérjük. Hangzik a Magyar Közút közleményében.